A színház minden csapat mellé mentort biztosít, sorsoláson dőlt el, hogy a feladatra jelentkező színészek közül ki melyik iskola csapatát erősíti. Mostantól pedig már mentoraikkal próbálhatnak a diákok. Szeretek diákokkal foglalkozni, mert nagyon friss energiákat adnak az embernek, úgy színészként, mint magánemberként, mint egyáltalán. A jó anyám is pedagógus, tehát volt erre még egy példa, amikor be kellett ugranom ő helyette fizika órát megtartani. Szóval hát izgalmasnak tartom. Lehet előny is, hogy egy másik szemszögből nézik meg a dolgokat, nem a szokványos szakmai. Ugye szakmai szemmel már nehezen távolodunk el attól, amit megszoktunk, de lehet, hogy ők valami egész más dologgal állnak elő. Kíváncsian várom. Minden iskola a saját elképzelése szerint rendezi meg a jelenetét, a mentorok pedig tanácsaikkal segítik őket. Összekötő a színház és az iskola között. A mentor nem rendező, nem gegmen, nem ötletadó, hanem segíti azt a fajta tematikát összeállítani az iskola számára, amely tematikát egy még színházzal foglalkozó ember már tud, esetleg az iskolák még nem. Ez alatt a tematika alatt értem azt, hogy ki kell osztani a szerepeket, meg kell tanulni a szerepeket, esetleg kell súgó, kell próbálni. A Madách művet dramaturgok rövidítették meg, 6-12 perces jelenetek születtek. Több mint egy tucat középiskola jelentkezett a különleges előadásra. A közös produkció premierje 2012. január 22-én a Magyar Kultúra Napján lesz.